Sziasztok! A mai videóban egy igazán elképesztő módszert fogok bemutatni, amelynek segítségével ki fogom találni, hogy téged, aki a képernyő előtt ülsz, hogy hívnak. Most biztos azt hiszed, hogy ez valami butaság, de hidd el, a videó végén rájössz majd, mekkora hiba lett volna, ha nem kattintasz rá erre a videóra. Nagyon fontos, hogy pontosan kövesd majd az utasításaimat, csak így tudom végrehajtani ezt a hihetetlen mutatványt. Ha jól megy a matek, akár fejben is számolhatsz, ha viszont nem az erősséged, akkor használhatsz számológépet is, hogy biztos jó eredményt kapj. Felkészültél? Akkor kezdjük! Hány betűből áll a keresztneved? Ezzel a számmal fogunk kezdeni. Ha például Patriknak hívnak, akkor a te számod a 6-os. Megvagy? Jöjjön a következő lépés. Adj hozzá 12-t. Ha megvagy, adj hozzá még 7-et. Most vont ki ebből a számból azt a számot, amivel kezdtél, vagyis a keresztnevedben található betűk számát. Ha ezzel is megvagy, akkor most add hozzá ehhez a számhoz a számod számjegyeinek összegét. Ha például a te számod a 34-es, akkor 3 plusz 4 az 7, vagyis a 34-hez adj hozzá 7-et, és 41-nél vagy. Ha végeztél, adj a számodhoz 11-et. Ha ez is megvan, akkor jöhet az utolsó előtti lépés. Ha jobbkezes vagy, akkor szorozd be a számot 2-vel, ha balkezes, akkor 4-jel. Most jöjjön az utolsó lépés. Ha a számod egyjegyű, akkor szorozd be 8-al, ha kétjegyű, oszd el 5-tel, ha pedig háromjegyű, akkor szabadulj meg az utolsó számjegytől, ahogy a képen is láthatod. Megvagy? Biztosan jól számoltál? Ha igen, akkor most jól figyelj! Mutatni fogok neked egy táblázatot, ahol minden számhoz egy nevet párosítottam. Keresd ki a kapott számhoz tartozó nevet, és már készen is vagy. Ha sikerült eltalálnom, akkor mindenképp oszd meg ezt a videót a barátaiddal, hogy ők is meglepődjenek. Neked sikerült ma megtréfálnod valakit? Ha igen, írd meg kommentben hogyan, hát ha tudtok egymásnak ötletet adni. Egy kis emlékeztető, a legutóbbi videónk elején bejelentett kérdezfelelek videó szombaton fog érkezni, ha az első között szeretnéd látni, akkor mindenképp iratkozz fel. Ha pedig szeretnél kérdezni tőlünk, akkor azt a leírásban található videó komment részlegében még megteheted. Na ennyi volt mára, boldog április 1-jét mindenkinek! Na sziasztok!